Napjaink egyik legmeghatározóbb problémája világszerte a műanyagok hulladékként való felhalmozódása. A statisztikai adatok szerint közel 1 millió nejlonzacskó kerül a szemétbe percenként. Azonban ezeknek a csomagolóanyagoknak a lebomlási idejét a szakemberek 1000 évre becsülik. A Horváth Fólia Kft. Erre a problémára kereste a megoldást, és alternatív csomagolóanyagok gyártásába kezdett el gondolkodni. Első lépésként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával újfajta alapanyagokat teszteltek, és az eredményeket felhasználva optimalizálták a gyártási folyamatokat. A vizsgálatok elvégzése után a cég pedig bevezette azt a gyártást amelyel már olyan biológiai úton lebomló zacskók és fóliák előállítására is képesek, amelyek komposztálhatóak és mindösszesen 2 hónap alatt lebomlanak. Nagyon sok ipari felhasználónk van, gyárakkal, cégekkel állunk kapcsolatban, élelmiszeriparban is és más iparágakban is, illetve a retail hálózatokban lehet találkozni a tasakokkal, táskákkal, a zöldséges pultoknál, pénztáraknál, ilyen helyeknek. Alapvetően kettőféle komposztálható fólia van, az egyik az, ami csak ipari komposztálóban komposztálható, de amivel a vevők találkoznak, az általában otthoni komposztálóban is működik, ami azt jelenti, hogy az otthoni komposztálójába beleteszi, és komposztá fog válni a fólia a TÜV garancia által, ez egy vizsgáló labor, TÜV garancia által 12 hónap alatt ez a folyamat biztosan bekövetkezik. Tapasztalataink szerint ez azért gyorsabb ennél, és onnan lehet megismerni egyébként, hogy az otthoni vagy ipari komposztálóba kell vinni, de rá van írva a táskára minden esetben, hogy OK Compost Home, az az otthoni, vagy OK Compost Industrial, az pedig az ipari. A cég 2023-ban fejlesztette tovább a környezetbarát műanyagok üzletágát, ugyanis Ginop Plus forrásból fejezték be az új gyártócsarnokot, ahol kibővült gépparkkal folytatódik a biológiai úton lebomló fólia termékek előállítása. Ezáltal pedig a gyártási kapacitás is megnőtt. Az eddigi gépeink hagyományosan ezt a típusú fóliát ilyen 50 kg per órával tudták gyártani, ami hála Istennek a megrendeléseinket sem tudta kielégíteni. Az új gép ennek körülbelül egymaga a háromszorosát tudja, úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel meg tudjuk alapozni már a magyar piacon a részvételünk. Egy pályázat keretében sikerült megvalósítani egy energiahatékonysági megújítást is. 186 kW napelemet sikerült telepíteni az üzem területén, mely 20-25%-kal tudja csökkenteni az energiaköltségeinket, ráadásul a karbonlábnyomunk is jóval kisebb lesz. Emellett ipar 4.0-ás rendszer bevezetését is megvalósítottuk, melyről direktbe tudjuk gyűjteni a gépekről a termelési adatokat. Ez megkönnyíti nagyban az adatok feldolgozását és a döntéshozatalt meggyorsítja.